első pillanattól kezdve nekem üvölteni, futni, mászni, lemászni kötélem, verekedni, bunyózni kell. Tehát az egész egy ilyen irgalmatlan energiát követel. Van benne egy olyan kaszkadőr mutatvány és verekedése, amely bármelyik Jason Statham filmbe elmenne. Rajta kapom a szemérmet és erzsukomat egy félreérthető pozban, tehát még az ideg is felmegy. A legtöbb férfi benne van abban, hogy életében egyszer egy ilyen kocsmai bunyóban benne legyen. Én így lelettem lökve, fellettem kapva, megint lelökve, de engem igazából nem úgy agyabugyált el a feje nagy, mint ahogy a kocsmában a többi falu lakó egymást. Egy hatalmas tömegverekedés tör ki, ahol a falu gyakorlatilag két táborra oszlik, és a két tábor összecsap. Egy nagyobb amerikai vagy bármilyen produkcióban ez, amit itt leforgattunk, ez legalább 3 nap. Itt ugye 1 napunk volt az egészre, és szerintem fantasztikusan jól sikerült. A verekedésen kívül volt egy klasszikus ügynevet riggelésünk, ami azt jelenti, hogy vagy a szereplőd, vagy a kaszkadőrét egy bizonyos ugye, kötélen tartjuk biztonságosan. Hát még úgy is majd betojtam, hogy be voltam kötve, és engedett 3 kaszkadőr, és nekem csak imitálni kellett a mászást, de így is olyan energiákat hittem, hogy az elképesztő. De aztán, amikor megcsináltuk az egy pár próbát, és érezted, hogy biztonságban van, akkor szerintem nagyon élvezte, és tök jó megcsinálta. Mindenkinek van egy száma, ez egy ilyen pasis country szám, amit most vesznek föl. Petőfi Sándor költészete, annak a belső ritmikája és ennek kapcsolódása a Woodstocki rock'n'roll forradalomhoz, én ebből jövök. Az amerikai show business is népzene alapú, mi pedig a népzenéből a minimum piacvezetők vagyunk. Nem csak szimplán játszani kell egy karaktert, hanem el kell énekelni dalokat, én nagyon komoly koreográfiákat kell eltáncolni. Valami nagyon komoly dolog készül itt szerintem, valami szuper dolog.